Bárné dr. Gábor Lárka vagyok, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei közgyűlés elnöke, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei értéktár elnöke. Mióta merülhetnek alá a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő csodájába az emberek? Mióta létezik ez a fürdő? A fürdő története egészen a török időkig nyúlik vissza. A forrás meleg vizét ekkor még bárki használhatta szabadon mosásra, fürdésre, gyógyulásra. A termálvíz üzleti célokra történő hasznosítása az 1700-as évektől kezdődött. Az első fürdőház, a hozzá kapcsolódó fogadó építése a Tapolcai apátság Napolonik Zsigmond Váci püspök és Tapolcai apátnak volt köszönhető. 1723-ban kezdték meg az építkezést, három medencét és egy hatszobás vendégfogadót alakítottak ki. A zárt és a fedett belső fürdőt a tehetősebbek, míg a szabad ég alatt lévő fürdőt pedig a szegényebbek használhatták. A barlangi fürdőzésről ekkor még egyáltalán nem beszélhetünk. És milyen hatása volt akkor a víznek? Mire figyeltek fel az akkoriak? A víznek a gyógyhatású jellegét már akkor felfedezték, erre építkezett a későbbi városvezetés. Ugyanis a 20. század elején Miskolc akkori polgármestere Szent Pál István felismerte a fürdőhelyben rejlő lehetőségeket, és 1908-ban megvásárolt a területet a görögkatolikus egyháztól a város számára. Az 1920-as, 30-as évek szintén meghatározók voltak, ekkor vált a fürdő idegenforgalmi nevezetességé, 1934-ben nyilvánították hivatalosan fürdőhelyé. És az 1940-es évek elején megnyitották magát a termálfürdőt, amely a kezdetektől európai szintű elismertségnek örvend egészen a mai napig. Mekkora maga a terület? Hány barlangban fürdőzhetnek ma az emberek? Két beltéri termálmedencét használhatnak a fürdőzők. Van egy hidas terem a barlangfürdőben, római terem, csillagterem, öreg barlangi medence és fürdőcsarnok. A kültéri részre elmondható, hogy egy 3,6 hektáros parkosított strandterületen a barlangfürdő összesen 6 élmény elemekben gazdag medencével várja a fürdőzőket, illetve a fürdő pihenésre alkalmas parkja akadálymentesített, így a mozgáskorlátozottak számára is elérhető. A kültéri medencék csak a nyári szezonban használhatók. 3 gyermekmedence, tavi fürdőélménymedence, kajdómedence és kajdóúszómedence található a kültéri részen. Tudományos kutatás is áll a barlangfürdő mögött. Mit mondanak a hozzáértők, hogy miért érdemes megfürdeni a barlangvizében? Miskolc-Tapolcai barlangfürdő Európában is egyedülálló természeti érték, amely karszból fakadó viszonylag magas hőmérsékletű gyógyvizével terápiás és élményfürdős turisztikai szolgáltatást kínál az ide látogatóknak. De az előbb említett medencék 33, 35, 32, 29, 30 fokosak. Hányan gyógyulnak, pihennek évente a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben? Ha a 2019-es évek előtti időszakot vesszük figyelembe, az előtte lévő 3 évben 333 ezer főről indultunk, és közel 360 ezer fő éves látogatószámról számolhatunk be. Milyen híre van a barlangfürdőnek? A Magyar Fürdőszövetség szakmai támogatásával lezajlott internetes szavazáson az évfürdője kategóriát 2016-ban a barlangfürdő nyerte el. A szavazásban mintegy 190 ezer fő vett részt. Borsod-Abolcs-Zemplén megyében érték és turizmus, valamint vendéglátás szakterületi kategóriában 2018-ban szintén megyei értéktárdíjat kapott.